mai kérdésünk, mi az a mériszó? Mi az a furcsa koncepció, amit előszeretettel repítenek véres szájú kritikusok, ártalmatlan YA regények főszereplőire, mindent meghatározó ítéletként? Ez a fogalom eléggé változó, attól függ igazán, hogy ki használja, úgyhogy nincs rá mindent meghatározó definíció. Úgyhogy mi most csinálunk egyet. Történelem. A mériszó, mint karakter 1973-ban született meg egy Star Trek fanfiction főszereplőjeként Paula Smith keze által. Az eredeti szó a környezetéhez képest egy nagyon fiatal lány, akiért valamiért odáig van az egész legénység, főleg a sorozat főszereplői. Ez a mindenben tehetséges lány ebben a formában egyértelműen a szerző vágyainak a kivetülése, egyértelmű self-insert karakter, aki csak azért született meg, hogy beteljesítse a szerző fantáziálgatását. Tipikusan amúgy ez a női fanfiction íróknak az első főszereplője. A használata fanfictionokban ártalmatlan és kifejezetten hasznos, ugyanis szembesíti az írót azzal, hogy hogyan szembesül a negatív kritikákkal, ugyanis ezt a típusú karaktert messziről ki lehet szúrni, és nagyon nem szereti az olvasótábor. De mi a helyzet a könyvekben vagy a forgatókönyvekben? Ott már sokkal nehezebb meghúzni, hogy hol van ez a bizonyos határ. Tegyünk még egy kis kitérőt, mielőtt ténylegesen belecsapunk az elemzésbe, és tegyünk különbséget E/1 és E/3 nézőpontú elbeszélések között. Az E/3 narrációban a főszereplőnek elvileg ugyanazt kéne látnia, mint az olvasónak. E/1 esetén viszont a karakternek nem feltétlenül kell az igazságot leírnia. Szépítheti a szituációkat, amiben van, hazudhat is egy-két elemére a történetnek, csak hogy jobb színben tüntesse fel magát. Ennek a tökéletes példája Kód a Királygyilkos krónikája sorozatból. A főszereplő egy krónikásnak meséli el az élete történetét. Nyilván nem fog magáról pártatlanul nyilatkozni. De tudjuk, hogy a karakter közel sem tökéletes, tekintve, hogy az első 50 oldalon látszik, hogy valamit az életében addig a pontig borzalmasan elrontott. Most szaladjunk végig az előbbi listán, és nézzük végig, hogy mennyire számít bele a mériszóságba egy-két tulajdonság. Az első a szépség. Ha egy karakter megtestesíti a makulátlan gyönört, tekinthetően mériszónak? Nagy rész nem, de van egy de. Van pár tulajdonság, amiben megegyezik a közvélemény, például, hogy két szemet legyen és ne egy, de ezen kívül minden ízlés kérdése. A legjobb példa erre az első Gyűrűk Ura film volt. Minden osztálytársnőm Legolaszért rajongott, mert milyen gyönyörű arca van, meg milyen szép szőke, meg milyen elegáns. Én pedig ott ültem barátnőmmel, és nem értettem ezt a jelenséget. Ő tökéletesen megvolt Frodóval, kísérletítottam magának, én pedig Aragornnak adtam a szívem teljes egészét. Fun fact, a Frodó lány meg én úgy konzisztensen nem értettük azon, hogy legalább mi a vonzó, mert hosszú egyenes haja volt, és egyáltalán nem találtuk szépnek. Mindkettőnk szívje szottyának hullámos göndörhaja volt, úgyhogy az ezerszer szebb volt. Vissza a lényegre, amíg egy karakter hibátlannak tart egy másik karaktert, azzal semmi probléma nincs. Az sem probléma, hogyha egy nagyobb számú karaktercsapat tart egységesen szépnek valakit, az előbb említett példa alapján ez is teljesen realisztikus. A probléma akkor van, amikor ezért a karakterért mindenki, de minden egyes karakter, még az ellentétes neműek is a nyálát verik, hogy mennyire szép ez a bizonyos karakter. A mériszó az, akire még Perseus Piton is azt mondja, hogy ez csinos. Mindenféle irónia nélkül. Az igazi mériszó igazából maga felé fordítja az emberek szépségideáját, figyelmen kívül hagyva, hogy minden embernek egyéni ízlése van. Ez amúgy párhuzamba állítható a személyiségbeli hibákkal, illetve a baklövések hiányával, hogyha egy karakter teljes mértékben idealizál egy másikat, az is teljesen rendben van. Megesik. Ha viszont már mindig, mindenhol, minden szituációban hiba nélkül teljesít, és ezért minden körülötte levő szereplő rajong, és ez fontos, ott érdemes meghúzni a határvonalat. Még a self-insert is megír egy kört. A szerző írhat úgy self-insertet, hogy saját magát képzeli bele a történet főszereplőjébe, illetve úgy is, hogy a behatárolt célcsoportnak legyen ez meglehetősen egyszerű. Ez átlagos megjelenéssel, viszonylag üres háttértörténettel, minimális
igazán egyéni személyiségjeggyel és rengeteg hősi kalanddal jár együtt. Ez számítógépes játékokban elég faszául működik, könyvekben nem annyira, viszont úgy, ahogy a fanfictionokben, ugyanúgy ártalmatlannak tartom. Nem minőségi húzás, de baj vele nincs. Ideig hallom, hogy valaki üvöltözik a monitorra, hogy hülyeségeket beszélek, itt szeretném felhozni a nemi kérdéskört. Mivel a Mary Sue eredetileg női karakter volt, ezért természetesnek tűnik, hogy női karakterekre húzzák rá ezt a címkét. Lényegében kizárva ezzel azt, hogy férfi karakter is legyen Mary Sue. Pedig! Most fogom felidegesíteni az összes férfi nézőmet. A Ready Player One annyira a gamer kis és nagy fiúknak kívánság beteljesítés. Luke a Star Warsból pedig annyira szelfinzett, hogy egyenesen a rendező nevét viseli. És őket az emberek zöme nem tartja Mary Sue-nak, csak azért, mert férfi karakterek. De... ez a kettős mince amúgy nagyon durva dolgokat tud csinálni, de erre térnünk vissza egy későbbi videóban. Szóval válaszoljunk a kérdésre, mit tesz egy karaktert Mary Sue-vel? Ahogy az előbbiekben elegértem, nem azért, mert hibátlan szépséggel rendelkeznek, vagy mert nem rendelkeznek jellemhibával, vagy mert nyilvánvalóan azért lettek megírva, hogy a szerző / olvasótábor könnyen tudjon vele azonosulni. A Mary Sue legnagyobb hibája, hogy felborítja a többi karakter és a cselekmény egyensúlyát. Lényegében a maga irányába hajlítja el az univerzumot, és pont emiatt egy nagyon érdekes történettől eshetünk el, csak azért, mert azt kell néznünk, hogy mit csinál a Mary Sue. Ez a karakter teszi végtelenül unalmassá a könyvet vagy filmet, amiben szerepel. És hozzáteszem, ez egy sokkal specifikusabb állapot, mint ahányszor emberek használják ezt a kifejezést. Tehát én olvasói pályafutásom alatt fanfictionon kívül nagyon kevésszer találkoztam ezzel a jelenséggel. A másik értelmezése a levezetésemnek az, hogy azt veszük észre, hogy az univerzum egyre inkább kicsavarja magát, csak azért, hogy bemutassa, hogy főszereplőnk mennyire fantasztikus. Ez amúgy minden shonen anime karakter valaha. Ezzel elérkeztünk a videó végéhez. Kommentben írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek a témáról. Szerintetek mi definiálja a Mary Sue-t, és szerintetek ki Mary Sue? Köszi, hogy végignéztetek, viszlát legközelebb, sziasztok!